Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés a Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit 2024-ben, is. ez itt a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast tizedik része a Parallaxis Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A fiatal és tehetséges zongorista nő Jennifer Welles egy nap megfenyegeti szeretőjét, Alex Benediktet, a híres karmestert. A lány azzal tartja rettegésben a férfit, hogy nyilvánosságra hozza kapcsolatukat. Mivel Alex erőskező, agyósa a zenekar igazgatóságának elnöke, a karmester nem meri meghozkáztatni, hogy kitörjön a botrány, inkább elhallgattatja Jennifer-t. A Fekete Eltű című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandó társaimat, elsőként Kubatovics Áron, szia Aaron. Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És Gizur Gergő, szia Gergő. Szia, szia mindenkinek. Szóval, ahogy már, fel, ahogy már felvázolt ez a Fekete Etű című rész, egyébként ez a második évad első része, és ez akkor attól lett nagyon gyanús, hogy ez 1972. szeptember 17-én -je jelent meg Amerikában. Tehát itt volt az első nagy kihagyás, amit ugye korábban beszéltünk, hogy ez a 20-21 nap, vagy esetleg egy hónap eltérés volt a részek között. Itt viszont nem is kevés, itt egy bő fél év telt el, mert februárhoz képest, hát szeptember majd valaki kiszámolja. Tehát szeptember 17-én -je jelent meg Amerikában de Itthon most ez, pedig... a, a, bocs, bocsássatok meg ezen, mindig amikor hallgatom vissza ezeket a részeket, mindig egy kicsit úgy, úgy elmosódok ezen, hogy mindig ezen, hogy mennyi idő telt el az előző rész közben, ezen csodálkozunk. És szerintem két dologot nagyon figyelmebe kéne venni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy itt évadokról beszélünk, de azért a Kalambó esetében nem úgy klasszikus évadokról beszélünk, mint egy ö, sima hát, sorozat tekintetében. Mondani, igen. Mert néhány részes ö, ö, etapok vannak, igazából nem is hiszem, hogy ezt annyira évadokba számolták, ez ö, ö, nekünk nézőknek ez egyáltalán nem is tűnt föl, főleg amikor ezt vetítették, vagy most össze-vissza vetítik a tévék. Én azt gondolom, és akkor, és akkor szerintem ne csodálkozzunk rá, hogy volt egy nyári szünet. Tehát eleve van, nem tudom, nyolc rész, nagyjából három hetente ö, ö, vannak adásban. Ez Nyilván az a nyolc rész, az nagyon hamar lepörög, és még egy normális ö, sorozat esetében is, azért ott van a, a nyári szünet, ott van a karácsonyi szünet, szóval azért annyira ezen ne lepődj. Meg, ö, meg, meg szerintem azon se, hogy mondjuk a magyar televízió össze-visszaadta, mármint, hogy most már itt a tizedik részben vagyunk, tehát szerintem most már az állandó hallgatóink, azok, azok ezt tudták, szerintem ezen ne, marad, ne akadjunk fenn ennyire látványosan. Nem mindig. akadunk fenn, csak ö, ugye emlékszel, hogy voltak szituációk, amikor ugye a Peter Falk hisztie, meg egyéb dolgok miatt ugye voltak ö, hosszabb eltérések, és csak ezért beszélünk róla. Nem, nem, nem azért, nem nézzük, nem azt nézzük, Igen, hogy de én, úristen, de, úristen egymást. Igen, de hogy nem már Falk hisztéje miatt volt, nem tudom, nem három hét, hanem négy hét. Hanem azért, mert a CBS vagy az NBC, már nem is tudom, hogy melyik vetítette eredetileg, az, az, így kérte, így volt a programming. Azt gondoljátok, komolyan azt gondoljátok, hogy a, Peter Falknak a, a hisztie bármennyire befolyásolja, hát a szerződésztegés lenne, kirúgnák, elkaszálnák az egész sorozatot, nem ér az ennyit. Ez, ez, egy, ez nem művészeti tevékenység, hanem szórakoztatóipari eszköz. De, hát ne, ne 50 éve volt, ez csak egy érdekesség, semmi. Nem keresek benne a magyarban egyáltalán nem keresünk. Az mondjuk az előző résznél, hogy érdekes volt, hogy egyáltalán nem mutatták be 70-es években itthon. Itt bemutatták egyébként ezt a részt itthon, 76. február 1-én. Ugye ez volt az első verzió, a másodikat 1995-ben mutatták be itthon. Tehát ebből volt készült, két szinkron ez megjelent a 70-es években. Szokásos pannója, a film, stúdió, meg a második, hogy a Welcome, és ez most MTV 1 volt, nem MTV 2. Nem tudom, hogy van-e bármi jelentősége, hogy az MTV 1 adta volna akkor? A 90-esben? A, a 90-es évek elején szétválasztották a Magyar Televízió 1-es és 2-es programját, azt a 2-esnek lett a Vitrai, az Intendánsa az 1-esnek, meg a nem tudom kicsoda, és ott úgy kezelték házon belül ezt a két csatornát, hogy ez két külön tévécsatorna. Mintha, nem tudom, mintha, tehát hogy nem egy házon belüli, hanem abszolút két külön álló TV-csatorna Emlékeztek a 90-es évek végén, 2000-es években egy külön híradója is volt, az akkor már Igen, de az csak azt, hogy akkor 93-ban még MTV2-ként, most már 95-ben MTV1-ként hivatkoznak rá. Hát meg nem voltunk ott. Ja, figyelj, lehet, hogy de azt semmi azt hogy a Kálából biztos a átkerült tett. a kettesre, és akkor igazából ennyi, hogy a megbízást azt úgy adták ki, hát ez részletkérdés. Gondolom a Wikipédia az így listázza, hogy mit mondanak be, hogy kinek a megbízásából készült a szinkron. A, nem a Wikipédia, de mindegy, igen. Tök jó, a lényeg az, hogy magyar televízió. Gergőpédia. Hi, ja, kb. Beszéljünk a szereplők hangjáról, a szereplőkről, aztán úgyis majd Áronnal itt dobáljuk egymásnak a labdát, illetve majd én neki, mert ő biztos hozott nekünk egy csomó kis színest. Alex Benedict a főszereplőnk, hogy a, Kalif a kaliforniai filharmonikusok karmestere, egész pontosan. Az ő, hangja, az ő hangja Tordi Géza volt a második verzióban, az első verzióban pedig Juhász Játszint. Nagyon kevés infó van egyébként az első szinkronról, szerintem ez sokáig így is lesz még. Alex Benedict egyébként, az ő talakító színész még lesz egy részben, egyébként Callum Bomba, tehát vele még fogunk találkozni egész pontosan, azt hiszem, hogy három rész múlva, de nem vagy benne biztos. Várj, de mondd végig a szinkron színészeket, és akkor jövök John cassavetes Az ő felesége Janice Benedict, Abraham Edith, nekem nagyon-nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, nagyon rég hallottam Ábrahám Editet szinkronizálni, öt tudja a barátok közben. Igen, de ha mondani á, kell, az á, már. Oké, okay, oké, okay, monda tud... nekem Jó, mondani kell. Akkor bocsánat, akkor azt mondtam. És szerintem rengeteg hallgatónknak is, bár lehet, hogy már a hallgatóknak azt is mondani hogy mi ez a barátok közt. Az őt alakító Blythe Danner, ha jól mondom, majd meghagyom a többit Áronnak, én csak görgettem a, 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 a munkásságát, és elképesztően sok filmen és sorozatban nekem Olyan hosszú a, a listája, hogy hihetetlen. Az áldozat, az ongora akit ugye megölnek a szerető, Jennifer Wallace, ő Tóth Ildikó szinkronizálta. Lizzie Fielding, Janice édesanyja, aki ködek ezt a filharmonikus zenekart, vagy filharmonikusokat pártolja, és hát finanszírozza. Szabó Éva, illetve az első verzióban Tábori Nóra, nagyon hiányzik. Illetve Paul Rifkin, aki ebben a zenekarban a trombitás, neki fontos szerep jut majd, ő Keresztes Sándor, az első verzió pedig Versényi László, illetve említsük még meg Mike Alexander-t, az autószerelőt, akinek fontos szerepe lesz majd ebben a filmben, ebben a részben, hogy Sörös Sándor szinkronizálta, a színész pedig Don úgy hívják, és ő még lesz egy kalambóban, igaz, ő csak hangként fog szerepelni, tehát mi nem fogunk vele találkozni, ha szinkronosan nézzük, viszont ő egy igazi ö, sorozatmágus, mert szerepel többek között a Magnumban, a Kojakben, Kajak a Szupercsapatban és a Gyilkos Sorokban is, tehát ő, ő, az összes létező sorozatban szerepelt, és még a végén megemlíteném Ódrit a szomszéd kisletének szintén fontos szerepe van, és az ő hangja pedig nem más, mint Zsigmond Tamara akit én nagyon imádok, és még gyerekként a hangja és annyira cuki. Úgyhogy jöhet Áron. Figyelj, megemlítettétek már a, 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 főszereplő John Cassavetes nevét, ugye nagy barátok Peter Folkkal. Hát ez, ez, valóban így van. John Cassavetesről én külön szekciót akarok szentelni ebben a részben, mert szerintem az egy dolog, hogy mondjuk nekem talán a kedvenc rendezőm, tehát hogy, és szerintem a világ egyik legjobb rendezője a John Cassavetes, Róla azt érdemes tudni, hogy ő tényleg nagyon-nagyon régi barátja Peter Folknak, az egyik, talán a Férjek című film forgatásán barátkoztak össze, és John Cassavetes, úgy képzeljétek el, hogy ő egy nagyon híres színész lett tulajdonképpen, abból élt, hogy ö, elment mindenhova játszani, és az összes pénzét a független filmjeibe forgatta bele, de úgy képzeljétek el, hogy az első filmjére konkrétan az egy dolog, hogy a haverok meg ismerősök összedottak néhány ezer dollár, de hogy a saját házát rakta be, zálogosította el. Azért ezt képzeljétek el, hogy ki, tehát hogy, hogy, valaki ennyire elkötelezett a, a filmművészet iránt, hogy hogy a saját házát, amikor már felesége van, meg gyerekek vannak, tehát úgy elzálogosítja. De jól láttam, hogy görög származású? Igen, ő görög származású. Aha és hát készített 8 10 nem tudom pontosan, most ennek egészen pontosan nem néztem utána a filmet, mindegyik zseniális, nincs benne rossz film, tehát ezt így képzeljétek el, egy, egy fantasztikus életművet hagyott maga után, miközben száz körüli az, amiben színészként is játszott, az isteni Jenna Rowlands ugye a felesége, és végül, több filmjéért is kapott aranymedve díjat, meg jelölték mindenhova, tehát hogy igazából elismert független filmes lett, kétszer próbált a Hollywoodi stúdió körülmények között filmet forgatni, és mind a kétszer nagyon durvá ráfázott, tehát hogy ő, Az nem az ő világa? Ez nem az ő Elment forgatni, pénzt mint színész, hát látjuk ebbe a részbe is, hogy hát zseniális arca van, meg, meg, meg tulajdonképpen tök jó színész, Peter Folkkal akkora barátok, hogy az összes filmébe amiben csak tudta, belerakta Peter Folkot, és ezekből a filmekből derül ki, hogy a Kalambót játszó színész, Peter Falk tényleg elképesztően jó színész. Tehát az egy dolog, hogy, hogy mi a Kalambóból meg a a magyar nézők többsége a Kalambóból ismeri, Peter fog, elképesztő jó színész. Úgyhogy én mindenképpen meg akartam erről, erről, erről így emlékezni, hogy, hogy mindenkinek az összes filmét ajánlom a és ugye az érdekesség, hogy a fia is filmrendező lett, Nick Kasevec, ő már, ő már tud dolgozni a Hollywoodi stúdió rendszerben, és elég nagy filmeket, főleg ilyen romanti, romantikus filmeket készít. a, a mindenki kedvenc filmje, mármint a feleségeink és, és barátnőink kedvenc filmje, ugye a szerelmünk lapjai, The Notebook, az mindenkinek megnézi évente, és sír rajta, és mindenki szereti. Szóval, tényleg, John egy zseniális. És említetted még ezt a bizonyos Blythe Dennert. Igen. A ő, kicsit, ő, ő a feleség, ugye? Tehát ő a fiatal feleség. feleséget játsza, de most kezdjétek el, hogy igen, tehát ő, Emi díjas, Tony díjas, ő, óriási karrierá mögötte, ő Gwyneth, vagy Gwyneth Paltró édesanyja. Akkor azért hasonlít valami, hogy éreztem olyan. Te érezt? Igen, én igen, nekem nem, nem a, a, Valahogy ezzel. Nem, meg nem mondtam, hogy ő az, de hogy, tehát, hogy egyrészt nekem csinosnak tűnt, de hogy valamit éreztem benne, hogy, mint, hogy nem tudom, hogy is, igen, de akkor világos. Igen, ő a, a Gwyneth Paltró édesanyja, és már terhes volt a forgatás alatt, és amikor bemutatták szeptemberben, mondta talán szeptember 17, vagy hanyadikán mutatta be 72-ben a rész. szeptember előtte, 17. Előtte azt 10 nappal született meg Gwyneth Paltrow. Vagy, vagy utána 10 nappal, szóval, hogy ott akkor született meg. De nem ő a legnagyobb sztár szerintem, és még csak nem is John Cassavetes, meg nem is Peter Falk, hanem a Mirna Ez mond bárkinek is valamit. Nekem mondott, de, de, de nekem se. Tehát így azért utána kellett nézni, hogy kicsoda. Ő játsza a, az anyukáját a feleségnek. Tehát a, a filharmonikus zenekar... Lizzy Fielding. Így van, a filharmonikus zenekarnak a... Hogy van? mit mondtak a Board elnökét. Hát igazság szerint pártolója is meg valamiféle... Párt, igen, igen. Mert, mert egyszer volt az, hogy ő az, aki úgy, az, ugye összegyűjtötte a pénzt, meg mindent, hogy ez működjön, de tényleg ő is gyakorlatilag a, a vezetőségnek egy ilyen illusztris fontos tagja, tehát amit mondtál, az is timmel. -Mi Mirna Loj, a, az, az, egy, tehát annak a színésznek a karrierje az valami félelmetes, már mint hogy így, így nem hittem, amikor úgy olvastam. A némafilmes korszakba kezdte még fiatal színésznőként némafilmekben a karrierjét, és ő át tudott utána lovagolni a hangos színészek közé, sőt, musicalekben is játszott, meg, meg, táncolt, meg Cary grant kezdve az összes nagy e szerepelt filmekbe, van Hollywoodi csillaga, életműjéért kapta, Oscar díjra jelölték, szóval egy, egy óriási életmű van mögötte. Ekkor már a 70-es évek elején ő ekkor már egy, egy gigantikus sztár volt Amerikában, tehát mindenki ismerte, hogy ki ez a Myrna Loy, a, a, a legmagasabb tehát, hogy a, a karrierje csúcspontja valamikor az 50-es években volt, tehát ilyen, ilyen 40 év körül, szóval, hogy tényleg szuperszárok játszottak ebbe a részbe, és megmondom őszintén, mondjuk a autószerelőn nem néztem utána, én leragadtam a Kasszaveztén, meg a Loy-nál, megmondom őszintén. És bocsánat, hogy még, még nem megyünk bele még a részbe a hallgatóktól, még egy picit türelmet kérek, mert egy dolgot még el szeretnék mondani, ugye a, az, a, a pilot epizódokat, ha nézzük, akkor volt már hosszú rész. De azért ahhoz, azt szoktuk meg, hogy az első évadban azért 75 perces részek vannak. És ez nekem meglepő volt, hogy 90 perces. Na most, amikor utána olvastam, kiderült, hogy őket is meglepte. Mert az történt, ugye, hogy, 70, hogy 72 éve elején fejeződött be az első évad. Nagy szünet, ugye ez igazán nem nagy szünet volt, hát készültek a második évadra, írták a részeket, elkezdtek forgatni valamikor tavasszal nyáron. Ezeket a részeket. És jött a stúdiótól, meg a, meg a, a két során től hogy innentől kezdve nem 75 perces részeket akarunk, hanem 90 perceseket, mert azt, ha elosztjuk rengeteg-rengeteg reklám színlet, akkor tulajdonképpen két órás programmingról vagy programról van szó a tévében, ahol több reklámot tudnak eladni, nagyobb bevételre tud szert a, a stúdió. És menet közben kellett plusz részeket megírni, hogy, hogy a 75 perc helyett 90 perces legyen a rész. van egy, van egy olyan, olyan rész ebben, a, ebben az epizódban, amikor konkrétan a John Cassavetesnek rövidebb a haja, mint az összes többi jelenet sorban, azért meg később vették föl, mert ki kellett, tehát kellett még plusz öt perc, mert nem jött ki a kilenc. Töltelékanyag. Perc. de én egyrészt nem éreztem a filmben, vagy mi, hát igen, a részben, a, a, ebben az epizódban, hogy túl hosszú lenne, vagy hogy elnyújtották volna, tehát én nem éreztem, hogy töltelékanyagokkal lenne tele, de Kanadába az eredeti hosszúság adták le, érdekes lenne egyszer majd megnézni. Ha befejezzük itt az egész kalambót, majd öt év múlva, akkor ezekre vissza lehetett érni, mert összehasonlítani a kanadai verziót ezzel a bizonyos amerikai verzióval. Amikor is megláttam, hogy ez egy óra 35 perces rész, akkor, akkor meglepődtem, hogy de hosszú lesz, vagy de hosszú. Viszont én már az elején nekem rögtön lejött az, hogy, hogy ez azért is ilyen hosszú, mert például itt baromi hosszú volt a felvezetés. Tehát, hogy itt gyakorlatilag 15 perc kellett, hogy megtörténjen maga a gyilkosság, addig csak felvezetés, részletes bemutatás is, tehát nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy nehezen indult, mert igazából nem, csak nem vágtunk bele a közepébe, hanem szépen magadtuk most a módját, hogy, hogy felvegyük a ritmust, hogy akkor itt most kikicsoda, szép lassan gyalogol, tehát ez, ez, mind, kihasználták az időt ilyen szempontból. És hát a maga a gyilkosságnak a bemutatása, hogy mennyire szisztematikusan készült föl John Cassavetes, azaz a, a karmesterünk, hogy hívják őt? Alex Benedict. Alex Benedict, a karmester, Az is nagyon szépen föl van építve, minden apró részletet megmutatnak, az összes mozzanatát, és egy csomó ideig nem is értünk egészen pontosan mindent, hogy mit miért csinál. Én például nem értettem, hogy miért mászik vissza az ablakon a, a szerelőműhelybe, szóval egy csomó mindent így nem értettünk, és aztán szép, lassan a helyére kerül minden, ahogy halad előre a rész, és nem éreztem, hogy üres járat lenne. Ez, hogy itt szépen a szánkba rágták diszkréten, de nem az zavaróan az egészet, hogy végig, végig gyakorlatilag minden egyes lépését. Gyakorlatilag csak, csak pisírni nem mentünk vele gyakorlatilag. El kell mondanom egy sztorit, mert amikor a, elviszi, a, a gyilkosunk elviszi az autóját a szerelőhöz, ezzel biztosít a libit. Ezt csak a, a, hallgatóinak is mondom. Tehát, hogy amilyen autók ebben a részben vannak, megint. úristen, megint, <laughs> tehát, hogy, fogy... én nem vagyok egy automániás, megmondom őszintén, de azért én is, az én szájam szélén is elindul a nyálcsepp, tehát ezt azért meg kell hagyni. De amikor azt mondta, azt mondta a szerelőnek, hogy valami zörög benne, kérem nézze meg, és ugye akkor megy el, nem tudom, a WC-re, és kinyitja az ablakot, hogy majd vissza tudjon slisszolni pár később. Akkor nekem beugrott egy sztori, ezt hadd el. Nekem volt cabriom régen 10 15 évvel ezelőtt, és hely, helybe vittük a Gucihoz, ő ugyanis Opel, Opelekkel foglalkozik, csak és kizárólag Opelekkel. És mondtam a Gucinak, hogy figyelj, Guci, az van, hogy ilyen 90-nél elkezd röcögni ott jobb oldalt az ablaknál, és annyit mondott, hogy ránézett, figyelj, Áron, nem kell menni 90 nel Elég csak menni 80 nal És nem volt hajlandó megcsinálni. Tehát neked ez jutott eszebe, amikor azt mondta neki, hogy valami zörög benne. Hát, Mike, ő, nem nem kell hallgatni. Mike nem, egy Gucci. nem Mike nem egy Guci. Mike nem. Mert ő, ő, megnézte tisztességgel. Úgyhogy fel tud készülni a gyilkosunk a gyilkosságra. Elmondod, hogy a, hogy, 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 történt a gyilkosság? Ugye ja, elbevitte az autót a szerelőhöz, és a feleségével bevitette magát a koncertfelvételre, mert aznap, mint megtudtuk, később koncertfelvétel lesz ebben a stúdióban, vagy én nem tudom igazából ez micsoda. De hogy stúdió, Hollywood Bowl. És zárójelbe oda kell raknom, tehát négy kameráról beszélünk. A négy kevés, kamera. Kevésnek érzed? Hát nagyon kevés, hát no. nem volt ott egy normális, nagy totál, vagy bármi. Hát ez, vannak ilyen részek a Kalambóban később, amikor tv stúdió, vagy igazából az NBC-nek, nem tudom, mbs nek hívják aztán a, 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 a csatornát, hogy amikor ilyen tévés kulisszába a stúdióba bemehetünk, de az az igazság, hogy ez az egyik legszánalmasabb ilyen rész, még a látszatra sem figyeltek, bár, bár 70-es években most mit tudott az átlag amerikai arról, hogy ez hogy, hogy készül, tehát... De érdek, érdekes volt ez a hely, mert hogy ez egy nyitott ö, tér volt, viszont ott ezek a baromi vastag ajtók mögött viszont volt egy zárt rész is, tehát hogy ez egy, nem tudom, ez tényleg egy nagyon fura hely volt, nem tudom, hogy ezt ők egy helynek vették vajon, ezt, ezt akkor a hallgatóinak mondjuk ez a Hollywood bowl baját vették föl, szerintem eredeti helyszín, és én legalábbis néztem, én szerintem egyszerűen, tényleg az, tényleg az eredeti helyszínben, Ez egy nagyon-nagyon híres koncerthelyszín. A Beatles-tól kezdve, a Rolling Stones-on át, Adeleig, Monty Python, Pink Floyd, tehát tényleg mindenki óriási nagy komoly zenei felvételek készültek ott. Szóval a Hollywood Bowl az, 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 világszerte híres. Én is láttam több koncertfelvételt ott, és már meg nem mondom miket, de hogy de ott szerintem Metallica-tól tényleg mindenki, Queen, mindenki játszik ott. Az egy presztis dolog ott föllépni. Úgyhogy szerintem, én meglep oké, okay, négy, négy, kamerát elismerem, hogy az gáz, de hogy közben a helyszínen Hát Tehát ez, innentől kezdve. Meg, meg a másik én, hogy amikor van egy sztár, és annak fölveszik, tehát mit tudom én, mondjuk Elton John Nagy Disney utolsó világ turnéján is, biztos nagyon sok beleszólása volt Elton Johnnak abban, hogy hogy nézzenek. Én egyszer forgattam egy Divák Éjszakája című ilyen zenés műsort, ahol az egyik hát egyébként egy kicsit nóném énekes hölgy, az, az például állandóan be akar szólni abban, hogy milyen kameraállásokkal, milyen beállításokkal forgathatjuk. Egyébként ez valid abban az értelemben, hogy ha nagy vagy, akkor nyilván megmondhatod, de itt én például túlzásnak éreztem ezeket a, ezeket a dolgokat. Értem, hogy a, mint majd később kiderül, a felvételek, a TV-felvételek azok fontosak majd a bizonyításban, vagy abban, hogy Kállámból rájöjjön. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy a, a cselekményszál azért dolgozza ennyire föl ezt a dolgot, hogy mi nézőknek nagyon, nagyon szánkba rágják de én azért ezt egy ilyen nagyon, nem hogy túl, mi a túlzás ellentetje. Szóval, hogy nagyon annak találtam, hogy tehát a négy kamera úgy csinálunk, mintha ez valami nagy, lenne egy ilyen, hú, tehát hogy manapság azt mondanánk rá, hogy készül a koncertjének a DVD kiadása, hát az nem négy kamerával, tehát a Budapest Park a belső felvételeket a saját magának sem négy kamerával veszi, hanem jóval többel, meg nem ilyen beállításokkal, szóval, hogy ez, ez nekem ez olyan nagyon gyengusz volt, ahhoz képest, hogy ahogy Áron említette, fantasztikus színészi teljesítményeket láthatunk ebben a részben. És ráadásul ugye a helyszín sem volt akármi ezek szerint. Meg hát nyilván persze kibérelte a stúdió a helyszínt, tehát hogy, hogy az is egy csomó pénzbe került a, a, a stúdiónak, tehát hogy, hogy valahogy úgy érzem, hogy nem lett ez eléggé kihasználva, ezt akarom csak mondani. És, és főleg úgy érzem, hogy nem lett eléggé kihasználva, mivel később van egy teljesen totál ugyanilyen rész ami hasonló, vagy hát legalábbis nagyon hasonló témát, nagyon hasonló környezetben dolgoz viszont ott hitelesen, tehát nyilván ne ugorjunk még ennyire előre, csak azt akarom ezzel mondani, hogy néha úgy érzem a Kálánbó sorozatban, az előző adásban is elmondtam azt, hogy, hogy szerintem, ugye, vagyis hát nem szerintem, nem sokszor van olyan történetszál, amit újra feldolgoznak egy kicsit más megvilágításban a későbbi kalambóban. Itt is úgy érzem talán, hogy egy kicsit a producerek úgy gondolták, hogy ebbe több maradt, mint amennyi kijött. Az az érdekes, hogy miközben tök logikus, amit mondasz, én ültem a kanapén, és nem jutott eszembe, hogy ez mennyire béna, hogy négy kamera. Tehát, hogy... Engem, engem se különösebben. De ha pedig igazad van, és fel kellett volna, hogy tűnjön, nagyon érdekes. Na mondd bo bocsánat, igen. Öljük meg szegény Jennifert. Öljük már, meg mert szegény már. Azóta is ott zongorázik egymaga. Várj, azt elmondtuk, hogy miért kell megölni? Persze, mert Ádám mondta, bár nem egészen, befen, nem, nem, egészen megfenyegette, hanem egész pontosan válaszút elé állította, vagy elválik a feleségétől, és ugye felvállalja őt, vagy pedig kit, kitár, kitel, kit kiteríti a szennyest, és akkor a fogva... Tehát, mit hívnál te akkor fenyegetésnek, a zsarolásnak? Te mit hívnál, ha nem ezt, Gergő? De most a, a fenyegetés van. az igazából, értem, hogy mondasz, csak a fenyegetés csak egy, tehát ott, ott, csak egy választásod van, itt ő két választást adott neki. Ezért, ezért ö, nem érzem annyira. Értem, abszolút igazad van. Válasz út elé állította, így kellett volna fogalmazni. Erőszakos választ állította. Tehát, mert végül is választhatod, hát mondhatta volna. Kötelezően is. ajánlott választás. Igen, igen. Tehát mind, mindenképp persze megszivatta, tehát kétségtelen. No hát Jennifernek ezért kellett meghalnia, mert Alex nem szerette volna kockáztatni ezt a, mert ugye az, a feleség édesanyja általi támogatás ezzel nyilvánvalóan megszűnne, és ez egy anyagi, is minden jellegű támogatás, ezt ő nem fogja kockáztatni holmi nőcskér, legyen az bármennyire csinos is ezért szépen visszalopózik, kilopózik a koncert, a felke, nem is tudom, hogy a pihenőszobájából ugye kilopózik szépen, pár percre van csak az a szerelőműhely, ami érdekes, mert akkor már zárva van, bár tök világos van, nem tudom hány óra lehetett. Te emlékeztek? De ez délután zajlik ilyen három óra fel, tehát a koncert előtt. Akkor már bezárt az autó Hát ne, nem, vagy nem. Hollywoodban lehet, hogy ezek szerint a, kis a drága egy... ezt... Szóval nyitva hagyott Budi ablakon, amit korábban nyitva hagyott, ugye kézmosást címszóval be bement oda, ott szépen bemászott a műhelybe, leeresztette az autót, bízott abban úgy látszik, hogy ez biztos, hogy elindul, tehát ő nem csinálnak vele semmit, mert ott ugye kérte egy-két cserét, na mindegy, és szépen az ő autócskájával elment Jenniferhez, akit hát jó megijesztett, mert éppen zongorázott, kicsit beszélgettek, ugye a nő elmondta neki, hogy hát most már tényleg válaszál, és ne haragudjál, remélem, meg ugye adta, maga, adta ugye az ártatlant, hogy megértelek, persze választani fogok, választott is egy szimpatikus hamutartót, amivel fejbeverte szegény Jennifert, de az, az, a, az a jelenet, ahogy felbevert, azért az nagyon, az nagyon zora volt. De, tehát az e, a rideg volt. E, 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 az egész jelenet sor, tehát hogy azért úgy képzeljük... Már ahogy a... megérkezett, bocsáss meg, ahogy megérkezett, és ö, ö, ugye hátulról megölelte féli meddig, már, már akkor sem meg akarta volna folytani. Tehát többször az volt az érzés, hogy meg akarja folytani. Itt ilyen, nagyon pszichopata volt itt. Ennek a színésznek szerintem világéletében gyilkosokat kellett volna játszani, mert annyira, annyira egy ilyen nyájas, tudjátok, hogy az nem, nem Jeffrey Dahmer féle gyilkos fizimiskája van, hanem inkább olyan, hogy ilyen, tehát ez a, ez a kedve, hogy jó, gyere, fáradjál be a házamba, és belerakja érted a sütőbe a két gyereket. Tehát, hogy ilyen, ilyen ez, a, ez a csóka, a csók, fantasztikus. Igen, szerintem is zseniális hozza John Cassavetes az ilyen, ezt az ilyen hamiskásan gonosz mosolyt, de és, és közben hideg számító. Csak azért mondom, hideg számító, mert az egész jelenet sor azért az azért az úgy van összerakva, hogy, hogy fölvesz délután háromkor Kaliforniában egy balonkabátot, meg fekete napszemüveget, bemászik a, 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 műhelyben, lassan látjuk, hogy közben izzad, de azzal nem foglalkozik, hanem fölveszi a kesztyűt, és nem, nem hagy sehol úgy lenyomatot. Szóval az egészben látszik, hogy közben hidegvérrel, és aztán valami, mondtál, hamutartó, Puff és utána hidegvérrel elrendezi úgy a gyilkosságot, hogy úgy tűnjön, mint hogyha baleset történt volna. Hát és nekem ez nagyon közel volt ahhoz, hogy bicsak vagy hogy kezd mondani. Szóval, hogy ez, ez, nekem ez ipp, hogy átment a szűrőmön ez a rész, hogy hogyan álltotta be a, a Az hagyján, de annyira precíz volt, hogy még ő maga is le, leszimulálta, hogy hogy kell letaknyolni a székről. Hogy, hogy kell letaknyolni a szélről úgy a gázsütő ajtajába, hogy közben úgy vedd be a fejedet, hogy... Hogy, hogy a, 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 hamutál által okozott pont úgy legyen a fején. Mert ugye hogy akkor csak, hogy legyen egyértelmű, hogy a hamutartóval leütötte, és akkor utána bekapcsolta a gáz. Igen, hogy ez egy uh -huh. Mert és, 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 és mi van a madárral? A madár is meghalt. Azon kívül nem, a madár az ász. Egyébként igen. Ezt Peter Griffin óta tudjuk. Én azt hittem sokáig, hogy, hogy a madár nem fogja túlélni egy ilyen 20-30 percig, vagy mi, hogy túl fogja élni a madár, és hogy ő, ő, a végén majd, mint egy jó kakadó... Elmondja, Poli! Elmondja, és aztán nem, hanem mondták, hogy hát a, ez mennyire gonosz ez a... Tehát ez ugye nekünk, a, hogy a gyilkos mennyire egy szívtelen, hogy még a madarat is meggyilkolja. viszont szükség volt a madárnak a halálára arra, ahhoz, hogy ugye ez gyanussá váljon ez az öngyilkossági eset, hiszen én se hagynám Igen. a macskámat otthon, hogyha ő Hát nem csak azért, mert ké ké ugye módon. később megtudtuk, hogy amikor Jennifer elutazott, akkor Ódrira a szomszéd, szomszéd, kislányra hagytam mindig a Chopin névre hallgató kakadut. Mindig a Dumbé és Dumber jelenete jut eszembe az alatt szegény, fejetlen Pollival. Jó, ez nekem hál' Istennek, kimaradt, tehát ha valami De vagyok, akarsz, éjtek, ez... a norvég kék, a norvégkék, a norvégkék szeret a hátán aludni, ő nem halott. Ja. Kérjük ezek a műsornak a végére, hogy egyetlen állat sem sérült meg a podcast felvétel. Hát a szegény Chopin megsérült, bár nem állt nem miattunk. Igen, Chopinnek hívták a madarat. És Kalambónak ez volt az kíván. első gyanús pont, hogyha ez a Jennifer ennyire szerette ezt a Chopin nevű madarat, hogy amikor elment hosszabb turnéra vagy bárhova, akkor sosem hagyta őrizetlenül ezt a madarat, hanem Ódrira bízta, akkor hogy lehet a tirpák, hogy most megöri saját magát, és szegény madarat előtte nem, jut, nem, nem viszi van biztonságos helyre? Még úgy is, hogy ugye hagyott egy levelet az írógépben, amit állítólag ő írt, melyben elmagyarázta, hogy hát ő bizony mindent az életben, úgyhogy akkor vissza a látás mindenkinek. Egyébként itt pszichológiailag érdekelni ez a dolog, és ha előbb eszembe jut, akkor egy pszichológus megkérdeztem volna erről, mert amúgy nem az van, hogyha egy hirtelen felindulásból Öngyilkos leszel, nem tudom, ti voltatok-e már öngyilkosok, Persze de hogyha tesszük. hirtelen felindulásból öngyilkos leszel, akkor igazából nem számít, hogy van-e házi állatod. Ebben van logika, én sem gondolom, hogy a, a hirtelen felindulásnál nem vagy, nem, nem vagy annyira mérlegelő. Ez ugye a korábbi. Pöcső. <laughs> Elnézést, kedves, kedves hallgatóinak mondjuk, hogy itt, Ádám ebben a pillanatban megfogott egy cicát, és mutatja itt a többieknek. Nem egy cicát, a, a cicát. Áron. Hát. Na most ebben reménykedünk, hogy ő sem fog megsérülni a folyamétel végéig. is dobta Szóval igen, tehát hogy ez a hirtelen felindulás ezért sok mindent megváltoztathat. Az a Kalambó korábbi részekben is láttuk, hogy egy, 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 jól, egy kimért gyilkos is egy hirtelen felindulásból csinálhat szarmunkát. Benne van, de mondjuk kicsit elmentünk a tártól, de hát a Kalambó ugye imádja megfogni ezeket a, ezeket a dolgokat, és ő nem kérdezett meg pszichológust. Nem tudom, hogy ekkor már már volt-e az a jelenet, szerintem most kapcsolunk Kalambóhoz, hogy egy állatorvosnál, ugye, állatorvosnál van Kalambó, egy kutyával... Sokáig azt hittük, hogy nem, nem egy kutyával, hanem őt vizsgálja egy orvos, de nem, egy kutyát vizsgál, méghozzá egy Bassett Houndot. Így ez, valami ez fajta, ölsz, igen, igen, egy Bassett igen, 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 a nagyfülű Nagyfülű, nagyon szereti, ez Kalambó kutyája, most először látjuk, és a legfogósabb kérdés, hogy hogy nevezzék el a kutyát, esetleg kutyának, vagy valami másnak. Spoiler, a részvégéig nem lett neve a kutyának. De a részvégén aztán lett Egyébként meg szerintem annak a kutyának sosincs neve, mert majd később is csak kutya lesz, de az az igazság, hogy nem tudom, hogy ez csak Urban Legends, vagy, vagy tényleg így volt-e, de ugye az hírlik, hogy a Kalámbó producerei nagyon szerettek volna Kalambo mellé adni egy társat, mert ugye az úgy menő, a, a még a 70-es, 80-as években is, hogy hát ugye ezek a Miami Vice és társai, vagy Hawaii O5 mert az mondjuk még már ment akkor is. szóval, hát... hogy ke Így van, szóval hogy mindig kettő, meg az, ott vannak azok a lordok, valaminek a lordjai. -lordjai. azaz az azt köszönöm. Így jön, így. Szóval, hogy mindig ketten kell a lennie, de hogy nem, nem érezték ezt annyira erősnek, és akkor gondolták, hogy akkor egy kutyát ö, adnak meg. A gyerekeim fenn az urban halott lett volna szerintem a produkció, hogyha a kálámba mellé egy kétlábú embert tesz. Nem, le. szerintem a kutya sem osztott és nem szorzott ebben a, ebben de a történetben. a karakterhez illik. Abszolút, Abszolút. A, az, az tud vele bénázni. Minden Mindenesetre az állatorvosnál a háttérbe megy a, a szimfonikus koncert. Ti voltatok már olyan állatorvosnál, hogy egyébként a háttérbe megy a szimfonikus hát, koncert? Állatorvos, ugye én nem tudom, tehát hogy ritkán vittek engem állatorvoshoz, de köszönöm a kérdést. Ja, hogy te neked nincs ilyen tapasztalat. Hát Mit, igen, állatorvos? Elmondom akkor, áron? Neked, hogy engem nem, de mi nagyon sok kutyát is. Ja, ja, úgy, csak mondod, hogy csak azt mondtad, vittek-e titeket? Ezt kezdte. A gergő mellett nem maradnak meg az állatok, öngyilkosok lesznek. Igen, én csak annyit, hogy hogy, oké, okay, látjuk ezt a jelenetet, a kutya, ez tök érdekes, majd elindul maga a nyomozás, és ez az a rész, ahol nekem, tehát én nekem nem volt a kétségem, hogy vajon Kalambónak miért gyanús ez a fickó, ugyanis helyszínen ennek ott a, a rendőrök. Kalambó is ott sertepett, ezt, ezt, ezt ismerjük ezt a jelenet majd betoppan egy fószer ballonkabátba, napszemüvegbe. És messziről leri, hogy ó, oh, Istenem, ezzel a csávóval nincs minden rendben. Megjött igen, a helyi-helyi csávó, a Vaze. De miből gondolta ezt Kalambó? Azt, hogy ő, az, az, én most csak vicceltem, nem tudom, hogy miből gondolta, szerintem itt, itt még konkretan nem gondolta, de az neki, neki az gyanús volt, hogy egy sikeres fiatal lány az miért lesz öngyilkos? Tehát ő neki egyszer csak annyi volt a fejébe, hogy, hogy neki ez nem stimmel, hogy valaki miért lesz öngyilkos. Há, igen, amit mond Áron, tehát Kalambó mielőtt megérkezett Alex, már teljesen rá, rá volt gyógyulva erre a történetre, hogy ő nem akarja elhinni, hogy egy sikeres, szép, gyönyörű szemű, ezt többször elmondja, egy szép szemű nő öngyilkos lesz, akinek van pénze, van karrierje, biztos, tehetséges. hogy nem magányos, tehát bárkit megkaphat tehetséges, nem, lehet. Öngyilkos főleg ilyen szemekkel. De hát a kell. valóság ezzel szemben az, hogy ezek az emberek ugyanolyan nagy lesz, lesznek Érszem. öngyilkosok, mint a de, szegények. De, de ilyen szemekkel nélküliek. nem. Kalambó szerint ilyen szemekkel ja, nem. Érte, És érte erre jön, amit Áron mondott, hogy jön ez a ballonkabátos napszemeges Jampi. Ráadásul ugye, mint kiderül, meg tudjuk, hogy ő hát, egy nagyon ismert népszerű karmester, és ez is nyilván fura volt, mit keresik. Ádámnak, Ádám Adam egyébként jókat, tehát Adam, Adam, Adam jókat, jót mond, tehát, hogy, az, az, hogy, hogy figyeljetek, a Kalambó egy pozitív világszemléletű, egy kedves, naív úr. Nem akar hinni ebben. Ő nem, nem gondol abba, hogy olyanok öngyilkosak tudnak lenni, akik egyébként sikeresek, szépek, gazdagok, nincs rezsi De problémájuk. ki is mondta a lényeget. Hogy... Miközben a valóság persze nyilván, csak egyszer Kalambó, és Kalambóba ezt szeretjük, csak ezt akartam mondani. De, de, ki is mondta, mert azt mondta, hogy ő a gyilkosságot sem szereti, de hát az öngyilkosság aztán még végképp. Tehát, hogy az ő, az ő lelkivilága tényleg az, hogy amúgy se gyilkolászunk, de így meg aztán végképp nem. Én jobban érzem a 70-es évek Amerikáját. A, én ebben biztos, az hogy egészben. benne van, ben, abszolút. Lehet. Abszolút jól mondod. Mármint, hogy a karakter azért, tehát hogy ez, ez azért íródott így, mert, mert, mert nehogy már ha az amerikai álomban élsz, akkor hogy lehetnél te öngyilkos? Itt élsz a legjobb helyen, szabadság, meg minden. No de, megérkezett a jamping, és mi akkor már tudtuk, hogy. Gáz van. jött a hír a szomszéd ház mögül. Ne trollkodj, Hályahért ne trollkodj. Ne kérem szépen. Elvileg itt maga a lead. Ez egy komoly munka. Megérkezett a Jampi, akinek van egy stílus ami az, hogy a zakójának, vagy smoking, vagy a bánatos tudja, hogy mi az, a gomblukába, a smoking. akkor smoking, ne dohányozzá, tehát smoking, bár ott mindenki azt csinálja, a gomblukába egy szegfűt tűz mindig, mert az egy fajta Mert Nem piros szegfűt. Hú, gyerekek. Hallod? Áron? Hosszú ez az adás. Na, szóval, az a bizonyos státuszszimbólum, szimbólum, az a szegfű, az mindig ott van az ő gomblukában. Most viszont nem volt ott, majd észreveszünk, meg tudjuk, hogy miért nem, és azért is siet vissza a helyszíre, mert a koncert közben, a felvétel közben észrevette, hogy bizony az nincs ott. És nyilvánvalóan leesett neki, hogy az bizony féltávon távon elhagyta, és mi van akkor, hogyha Jennifernél hagyta el, és tényleg. Ezért gyorsan visszaszalad. És aztán úgy csinált, mintha csak éppen leesett volna most róla, amikor ott van. Igen, igen, de előtte az a képi megvalósítása, hogy a napszönvekben megjelenik a képen, ahogy rázumol a kamera. Annyira jó volt, hogy csak az arca látszik, és a fekete napszemüveg, és a, a, a lencsékbe, ahogy rázumol a kamera a virógra, hogy hát ez nekem nagyon kell, az nekem annyira tetszett. Az, ez, ez az... 70-es évek. I, 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 így, így visszatekintve inkább megmosolyogtató, de van valami De nem mondta, hogy nem volt vagány, hogy Ne, nagyon vagány volt, vagány volt, igen. És Kalambó ott kiszúrja, tehát hogy Kalambó megkérdezi, hogy mi az, á, csak elejtettem, tehát hogy Kalambónak az, meg, Talált megvan. valamit, ezt kérdezte Igen, igen, tehát a Kalambónak az megvan, hogy itt van valami, amit itt sertepertélt a csávó itt. Neki, Kalambónak ez már elég ahhoz, hogy valaki büdös legyen. Meg, egyébként most Kalambó esetében, tehát valahogy úgy van, hogy kiérkezik egy gyilkosság helyszínére, és ott az első, de második ember lesz, akivel találkozik a gyilkos. Kielkezik egy öngyilkosság helyszínére. A rendőrség öngyilkosságot állapított meg, ezt be is mondták, és ennek erőm... Akkor mit keresett, mit keresott Kalambó? Ez csak hazugság. Hát ezt a, kérdés, ezt a kérdést már nem egyszer... Nem, ezt a kérdést már nem egyszer feltettük a Kalambó között, hogy mi a szarér van ott. Azért, mert, mert Kalámbó utána leadja a főnökeinek, a századosának, elmondja, hogy mit tapasztalt, és utána azt mondja a százados, hogy igen, szerintem is valami itt van, de hát tudod, Frank, nem, nem, nem indíthatunk így izét, mert az ügyész nyavajog, úgyhogy akkor járjál utána, és akkor blablabla. Bla, bla. Én ezt így képzelem el. Valószínűleg így is van. De valószínűleg Kalámbó mindig mindenhova kimegy, ahol gyilkosság, vagy bármi gyarú felmerül, vagy azért, mert egy fontos emberről van szó, szóval ugye korábbi részben láttuk, ő mindig ott van, az a lényeg. Na hát, most ezt, ezt el kell fogadnunk, hogy Kalambó ott van. Egyszer ott lenne, akkor, amikor gyilkolnak, akkor meg is tudnak akadályozni. Na jó, van, meghalt a Jennifer, és akkor gyanúba került Kalambó előtt azért ez a csávó, hogy valami van a fülem mögött a kis polcon. Aztán folytatódott tovább a nyomozás. Szerintem itt most a nagy átlagban vegyük azt, hogy mik voltak azok a jelek, amik arra terelték Kalambót, hogy, hogy uh, hogy hívják a manust, mindig fel. Alex, Alex Benedict. Alex, Alex uh, a gyilkos. Brian, Alex Brian. Az első, ami neki nagyon egybevágott, hogy a Paul a az a trombitás rác amikor, mert ő is megjelent egyébként a gyilkosság estején ott, és nagyon ki volt akadva, ugye vele később tudott beszélni, és például az kiderült Kalambó számára, hogy ez a Paul nevezetű régebben együtt volt Jenniferrel, de aztán Jennifer szakított vele, mert hogy hát, ahogy ő mondta, egy fontosabb férfi került az életébe. Ez ugye megint szögetőtött a fejébe Kalambónak, hogy hát ki lehet az, az a fontosabb ember. Szóval kiderül, hogy idősebb is, nem? Azt nem az az nem az, hogy fontos, itt az volt a lényeg, hogy valami, valami nagyon nagy vaze. e befolyásos, valaki. és ezt is ki lehet? Valaki, aki négy kamerával veteti föl a műsorát. Hát ez, ez... Négy jel? Hát az ah, nem akármi tehát, hogy ez már, ez már, furcsa volt neki, hogy ki lehet az a, ebben, a, ebben, a, zárt kis közösségben, mert nyilván ez egy zárt kis közösségen belül kavarnak, ebben a zárt kis közösségben, aki fontosabb lehet. Illetve a másik, ami kállambólnak gyanús volt, az a bizonyos írógép és a benne lévő papír, hogy mint kiderült, az írógépbe a papír nem volt jól befűzve, egész pontosan Ö, hát aki már használt írógépet régen, az tudja, hogy ha kiveszed a papírt és visszarakod, akkor be lehet pozícionálni ugyanabba a sorba, ha még hozzá akarsz írni, de nagyon ügyesnek kell lenni. Hát Alex nem volt nagyon ügyes és ezt ő maga is mondta, amikor mutatta neki Kalambó, hogy nézd meg, megírom, lányom az est, és nem úgy oda kerül. Erre mondta, hogy hát rosszul lett befűzve, mert, mert hozzá nyúltak. És kiderült, hogy nem nyúltunk hozzá, és ugye hát ez is egy ilyen, hogy hát ő tudta nyilván magára, hogy ő volt a béna, ő tette vissza rosszul, de hogy itt jönnek ezek, a, ezek az egyre inkább gyanúsabbnál gyanúsabb dolgok. Ráadásul Kalambó összebarátkozik ez az Audrey nevű kislányjal is, mert Kalambó mindenkivel összebarátkozik. Ugye itt a kutya volt a kapocs, a kislány is közte. Ö, és a kislány ö, annyit mondott, hogy ö, ő rengeteget járt Jenniferhez, mert jó, mert ők barátnők voltak, és ez a bizonyos új szerető a, a ballonkabátos, ahogy csak hívta. És hát kiérkezett a helyszínen meg idén ballonkabátba. És ezt a, és ezt a kislányt, ezt miért nem, miért nem hozta oda, azt mutatta, hogy ez az a bácsi? Megtette. Megtette, igen, megtette, csak hogy az volt a, ott volt a cink, mert amikor ez kiderült, hogy a ballonkabátos, akkor bizony elvitte Kalambó oda, és mondta, hogy na akkor légy szíves, mutasd már meg, felismered -e ezt a csávót? Mondta, hogy persze felismerem. És akkor oda is vitte, és Jennifer, és szépen Audrey oda sétált, és rámutatott porra a trombitásra. Arról, arról jelenetről már beszéltünk, amikor, amikor oda megy a Hollywood bowl -ba a Peter Falk, Kalambó, és így klimpírozik? Nem, az később van, de az csodálatos, jöjjön az, jöjjön az. Ugye, hogy az, ugye, hogy az egyszerűen csodálatos jelenet, hogy, hogy egy ilyen tehát, mint a bennünk lévő gyerek, ahol ha mi is ugyanezt csinálnánk, tehát, hogy ott, volt vagyunk a, az óriási nagy koncert helyszínen, mi is neki nekiállnánk, csak így. Valószínűleg egy baromi drága Igen, előtt. igen. És egyébként nagyon igaza van Áronnak, mikor felemlegeti azt, hogy, hogy Kalambó egy közülünk, mert hogyha bármi más krimi sorozatot megnézünk, akár régi, akár új, abba, abba a főhősünk szuperül lő, fut, elkapja, ugrik, mindenféle ilyen olyan skillekkel rendelkezik, ami már-már szinte Marvel szuperhősi skillek, és közben itt van Kalámbó, a kis szakadt vagy gyűrött ballonkabátjában, a kis esetlen stílusában, és bizony olyan-olyan kemény zsarú. Kemény zsarú, neki az a szuperképesség, hogy, hogy nagyon jó a szimata, és nagyon okos. És a hülyét. Ez az a jelenet egyébként, ja igen, és ez az a jelenet, ahol szembesíti a, a gyilkosunkat, hogy akár maga is, nem azt mondom, hogy ön, de akár maga is lehetne, és eljátszák a, eljátsz a hülyét a, a, ez a karmester, hogy jól hallottam, mint hogyha nem hallottam volna elég jól, amit mondott. És, és egy... Ő nagyon bátor kalámból. Bátor volt, vannas, volt ugye? Hogy és, és ez, ugye? ez azért ugye? is bátor. érdekes rész, mert relatíve korán konfrontálódik a gyilkosság, mert még több mint fél óra van hátra a részből, és pontosan akkor van az, amit Áron mondott, ez, hogy, hogy, akkor bevádol, bevádolja, hogy hát te is lehettél, aki ezt a, ezt a levelet írta írógépen, papa. Tehát itt van az első komoly konfrontációjuk, és ö, innentől fogva már nyilván megváltozik a kettőik viszonya, bár a kettők viszonyra majd később még majd így kitérek. Már ott tartunk, hogy később, később van. És van. Azt, a, az, azt tudtuk, hiába fél óra van még hátra, azt tudtuk, hogy, hogy le fog bukni, és azt, azt is éreztük, hogy ott a virággal biztos lesz valami, igazából nem... Most nem volt annyira a szánk barágva. bocsáss meg, ugye? A nézőszájában szájában, most nem volt nem, annyira, annyira, annyira nem volt belerágva, hogy, hogy egészen pontosan hogy fogja lebuktatni, csak csak növekedtek ezek az apró jelek. Az, hogy hogy, hogy nem, az, hogy, hogy az nem, de az, hogy mivel, azt az tudtuk. Át, én szerintem nem. Én nekem nem, nem volt. annyira mire egyértelmű Tehát ti nem vettetek észre, akkor valamiről nem beszélünk, amiről viszont beszélnünk kéne, és egy kicsit lehet, hogy visszogrok és fúj, de muszáj, mert annyira ugrottunk, hogy ebből, lemaradtunk, hogy amikor még a felvétel előtt, a négy kamerás számos felvétel előtt, Jennifer nem érkezik meg, pedig ugye neki is jelenése lenne. A telefonszámot tudta Igen, fejből. tudta a telefonszámot kapásból. És kapásból azt mondja, hogy félretette Jennifer a Kagylót. És ott a feleség nagyot drezzen, hogy honnan tudja a számot fejből és honnan a fenéből tudja, hogy félre van téve a Kagyló, mikor most hívjuk először. És ott van az a pont, amikortól fogva a feleségről pontosan tudjuk és látjuk, hogy a feleség sejt valamit. Hogy mit? A, a, a feleség sejt valamit, úgy rosszat érez, de azért ki akar tartani a férje mellett, szimpatizál a kalambóval, de azért. A, a, igazából nem örül annak, hogy ez itt szaglászik olyan, igen, olyan, olyan, olyan fura oldalból. Hát ez oldal. egy kicsit, kicsit talán olyan a szituáció lenne, mintha nyomoznának ellenem, és akkor a Gergő azért tudná, hogy van vaj a fülem mögött, de hát nyilván azért Biztos, nem akarna védeni, és akkor így egy kicsit ilyen, kicsit bizonytalan a helyzet, de, de azt talán ő, talán ő sem feltételezi, hogy megölné Jennifer-t. Hát Janice konkrétan, azt, ki, azt kijelenthetjük, hogy ő rajong Alexért. Tehát mindenki a, a rajong Alexért, mert ő egy olyan személyiség, aki... Igen, de ő mégiscsak a feleséget tehát neki elvileg nem kellene ilyen beteges a rajongani, de ő még betegesebben rajong. <gakes> most, 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 megtudtunk egy olyan érdekességet a Gergőről, amit nem tudtunk idáig. Ha, 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 most a durván nézzük, akkor azt hogy neki végül is megvan Alex, tehát neki már nem kellene ennyire rajongania, mégis sokkal jobban rajong, mint bárki más. Azért mutassatok nekem, hány feleséget tudnád mutatni Áronéknál, nyilván ez, ez megvan, mert ott, ott, ott rend van, de hogy ahol ilyen szinten falaznának egymásnak. Minden, minden, minden normális házasságnak. Én Még szerintem, de, 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 szerintem, szerintem falaznak és, és segítik egymást. Ahhoz is falasz, hogy szeretője van. Hát szerintem azért is, igen, tehát ahhoz is falasz, hiszen az egyébként ciki, hogyha ha a nagy nyilvánosság előtt ez így kiderül. Tehát, hogy igen, az mindenki a saját szennyesét otthon kibeszéli, de nehogy már a rendőrség előtt nekem arról kéne beszélni, hogy neked van ez szerető. Tehát, hogy, hogy igen, fal nem, falasz. De ez az ember, korábban nem is tudott volt, hogy Alex nő csábász hát nőcsávás. Tehát valószínűleg nem, nem Jennifer volt az első nő az életében, akivel csalta. Térünk valószínűleg... vissza egy pillanatra oda, ahol konfrontálódik a, a kalambónk és a, és a főszereplő gyilkosunk. Konfrontálódtak, és a, te mondtad, Gergő, hogy innen még legalább fél óra van a, a végéig. És őszintén szólva ez a fél óra, ez eltelik, mert történik a cselekmény, és nem érzem soknak, mert, mert, mert továbbra is megy a nyomozás. Te mindig ezt szoktad mondani, Áron, hogy vitt, vit magával ez az epizód, ez, 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 ez tipikus Áron. Akkor téged vitt. Itt most pont, ö, én kicsit aggódtam, hogy hú, baszus, ez jó hosszú lesz, és jaj, és pont ez az, hogy itt volt az, ahol, nézd már, le is telt az a bizonyos félre, tehát itt tényleg úgy, Valahogy mindig, mindig volt valami jönt, nem éreztem azt, hogy, hogy vontatva van, nem éreztem azt, hogy nem történik semmi. Itt abszolút vitt. Igen. A Calamon meglátogatja a műhelyt is, ott is vizsgálódik, beszél a, a, az autószerelővel, még, még a, a trombitás is, vagy trombitás, vagy harsona, mindegy, vele is. Trombita. És mondja, hogy ő magát nem gyanúsítjuk. Odrival is beszélt, Tehát itt szépen rakosgatja össze a, a, a puzzle darabkákat. És azt az nincs meg nekem, hogy tulajdonképpen hogy állt neki össze? Emlékszel te azt, hogy hogy állt neki össze? Hát ugyanott állt össze, ahol az egész elkezdődött, megint az állatorvosnál volt, uh -huh, és uh -huh. ismételték, mert hogy szombat délőtt, mint megtudtuk, uh -huh. ismétlés van, és akkor tűnt fel neki a tévében, hogy nincs kitűzve a viróg. Az a virág nincs kitűzve. Az a bizonyos ami, virág. Az a bizonyos virág, ami viszont utána ő a földről fölvet, mert hogy álltok akkor esett le, és a házból kijövet adott egy interjút, vagy nyilatkozott, inkább úgy mondanám, egy nyilatkozott ott, ott, ott viszont már ott volt a virág. És ugye felmerült Kalambóban a, a 6, 6, millió forintos kérdés, hogy hogy került rá a virág akkor, amikor még a koncerten nem volt rajta. És ugye az egész, az egész innen indult, tehát ez volt az, amikor, amikor tényszerűen mondta neki, illetve nekik már a feleségének közösen, hogy utoljára fogja titeket zaklatni, de ezt most akkor beszéljük át. Volt a feleséggel is valami beszélgetés, vagy rosszul emlékszem, a, tehát ezt a világos témában. A feleségről hogy, csak leírtam. Igen, igen. igen, meg, hogy miért rakta volna föl a koncert után a virágot, ha a koncerten nem volt rajta. Tehát, hogy, hogy az egész, ez szépen felépített volt a, a, az epizódban, ez nem nem lógott ki a sorból, ezt így nem is kellett annyira a szánkba rágni, mert mi nézők is úgy voltunk fel, hogy hoppá, tényleg a virág. Mert ugye ez nem annyira tűnt fel nekünk, hogy ez probléma lehet a későbbiekben. Akkor esett, le, akkor esett ki a virág egyébként, amikor a holtestet megemelte, és betuszkolta a konyhába, akkor esett ki. Tehát amikor még fejbeverte azzal a diszkrét mozdulattal a hamutartóval, akkor még ott volt a virág, és utána a következő vágásnál ugye magához emelte, hogy jó, oda cipelje, és akkor hullott ki az a lábánál a virág. Bár nem látszik, de mert akkor ott annyira magához Ö, szorította a Jennifernek a testét, hogy akkor a simán kilökhette, és mindig ö, így, így, ügyesen úgy állították be a kamerát, hogy te soha ne lásd azt az bizonyos zongoralábát, ahol az a virág majd később megjelenik. Direkt, direkt megkerestem hogy -e? arra, amit mondtál, vagy mondhatok, hogy vajon bevédik-e egymást a családtagok, hát amikor történik itt a végén a szembesítés, ne. megint négy kameránk van, akkor, akkor tehát ott is még védi, egyrészt nyilván önmagát is a gyilkos, meg hát a feleség is tehát nyilván egy férje mellett van. És abban a pillanatban, amikor a feleség rájön, hogy ú, basszus, az én férjem tényleg meggyilkolta azt, azt a kis, kisnőt, akkor egy pillanat alatt állt oldalára, és mondta is, hogy nem tudom, Sok mindent elnézek nem tudom neked, de a gyilkosságot igen, nem. De hogy de gyilkosság? Egy, bocsánat, egész a gyilkosság az már nem fér bele, ugye gyakorlatilag ez volt, tehát hogy igen. az már nem. És belesugja a felesége fülébe a gyilkosunk, hogy mindent miattad tettem, mert tudd meg, hogy téged szeretlek. Azért volt érdekes a feleség szerepe ugye megnézték ezt a bizonyos koncertfelvételt, ahol nincs ott a virág, holott Kalambó már rég leinfózta a feleséget, hogy ez a virág ez már pedig fontos, és direkt csak ezért termeli ezt a virágot neki, hogy mindig legyen, és megkérdezte, hogy akkor hogy a fenébe került hozzád a virág később, amit találtál a lakásban. Ezt ugye Alex letagadta, hogy ő ilyet nem csinált, hogy ő, ő nem tűzött fel virágot, erre jött az a bizonyos nyilatkozat, ugye amikor a házból kijött, amit megmutatott szintén, hogy hát ott, ott a virág, és ugye a feleségben itt állt meg az ütő, hogy akkor idáig tart az én. Én, én eddig vételek és most akkor átállok a kalám oldalára, mert, mert, ez már egyértelmű. Mert az, hogy megcsaltál, azt tudom. Szerintem a világos eset, az, hogy az, az, jól rámutat arra is, hogy, hogy, a, hogy nem volt annyira hidegvérű ez a főszereplőnk, ez az Alex, mert hogy Azért, ha valaki nagyon hidegvérű és jó gyilkos, tudom, hogy a Kalambóban nem látunk, még a szuper intelligens gyilkos és csődöt mond benne sokszor, de Valahogy, valahogy, olyan, hogy oké, rendben, addig esetleg túl amíg tart a, a, gyilkosság, és meggyilkolom, és eljövök, és alibi, és be kell másznom a kocsimér, és a többi. De, de szóval, hogy ut utólag, amikor fölmegy a színpadra, akkor ha igazán hidegvérű lett volna, vagy ez, hogy mondjam, akkor ez, ez, a rutinja, vagy ez a, ez a ö, állandósága, hogy ott kell lenni ennek a világnak, az szerintem sokkal... Tehát ugye nem, nem nézte volna be, csak valójában nem olyan hidegvérű. Na jó, végső gondolatokra térjünk át, aztán értékeljük a produkciót. Én a végső gondolatként szeretném Alex és a Kalambó közötti viszonyt egy kicsit elemezni egy pár mondatban. Mindig szoktuk mondani, hogy így táncol egymással a gyilkos és Kalambó, és itt, itt lehet, hogy most lehet, hogy már csak azért mondom ezt így utólag, mert ugye Áron, vagy nem is tudom, Ádám mondta, hogy ők jó barátok voltak a valóságban. De, hogy itt tényleg az ő viszonyuk egy kicsit más volt, mert a, a, a gyilkos és Kálámó viszonya a sorozat magában az epizódban nagyon sokáig tényleg ilyen kvázi baráti volt, mert Alex minden egyes idióta kérdésére Kalambónak barátságosan válaszolt. Tehát amikor beengedte a házába és az összes hülye kérdésre, hogy mennyibe került a szőnyeg, mennyibe kerül ez, mennyibe kerül az. Tehát végig tök udvariasan, persze néz meg nyugodtan, fogd meg nyugodtan, gyere, izé, tehát nagyon sokáig Ö, nagyon barátságos és udvarias vele, így kölcsönösen tisztelik egymást. Általában a gyilkosok előbb, gyilkosok előbb el szokott szakadni a cérna. Itt viszont ö, nekem az, az nagyon nagyon sokáig tartott az, hogy Mondja Ádám. Mert szerintem, mert szerintem a, a csóka az, az a tipikus karambó gyilkos. Már mint a kalambóban, szerintem az igazi kalambó gyilkosok mind ilyenek, nem szakad el náluk a célna, vagy csak a nagyon végén. Mindig Valamikor kell, sok persze sok tudom, van. és sok rész van ilyen, de hogy szerintem ez ilyen, 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 az ideális kalambogyélkos. Igen, de, igen, de renge, igen, lehet, de rengeteg olyan gyilkos volt, aki példa, akit például ezekkel a tipikus kalambó hülyeségekkel nagyon könnyen ki lehetett zökkenteni, és akkor már elkezdett az agyára menni. Alexnek ez abszolút nem okozott gondot, Alexnél akkor kezdett elszakadni a cél, amikor miután bevádolta az a bizonyos, na akkor már ugye arrogáns lett vele, viszont Arogán, utána, -arrogán. Amikor. tehát kicsi arrogáns lett vele, viszont amikor lebuktatja kalambó őt, akkor megint visszaváltozik a viszony, mert oda megy és azt mondja neki, hogy gratulálok, és zseniális. Tehát, hogy megint elismeri ilyen bicent gyakorlat a Kalambónak, hogy, hogy lebuktatta, hogy ez egy szép munka volt. És, és ott visszamegy megint az a bizonyos mit tudom én, negyed órával az előtti agresszív elutasítás, visszamegy ebbe a, a, a kölcsönös tiszteletbe. Volt bizonyíték? Vagy csak a vallomás? A virág Hát közvetett. A, nem volt, mert beismerte túl sok, rengeteg közvetett bizonyíték volt, és a virág volt a végső, ami miatt beismerte, mert az autót, meg az összes többit azt ugye kimagyarázta. A virágot nem. Mert a feleség ugye azt mondta, hogy nem tűzte ki a virágot koncert után. Ugye ez volt a lényeg. A feleség, aki eddig védte, az gyakorlatilag börtönbe küldte. Azon gondolkodom, hogy mondtad, hogy, hogy egy, egy összegzést adjunk. És csak engem elvitt az, amikor a Gergő elkezdte mondani, hogy a kettőjük közötti dinamika az milyen volt. A szerint olyannyira jó volt a kettőjük közötti dinamika, hogy a rendezőt rendezték a, a, a felvétele közben. Ugye Kalambónak volt, vagy hát bocsánat, Peter Falknak volt ebbe a tapasztalata, hiszen rendezett egy komplet Kalambó részt. A John Cassavetes pedig hát rendező, filmrendező és, és általában a rendező nagyon örült annak, hogy ők besegítettek a, a rendezésbe, hogy hogyan legyen jobb a, a, a különféle jelenetek. Szóval tényleg nagyon jó volt a dinamika. Én, én, én tényleg nem tudtam eltekinteni attól, hogy John Cassavets mennyire zseniális tej, vagy mi tenyérbe mászó gonosz figurát tud hozni, és közben pedig közelhajolnak, és látszik, hogy, hogy, hogy ezek jó barátság vannak szólna. Én bírtam ezt a részt nagyon. jó volt, szerintem jó volt megrendezve. Ezek a plusz jelentek. Például említetted azt, hogy, hogy amikor bement Kalámból, és 5 percen keresztül kérdezgett, hogy mennyit keres, mennyit ér a háza, mennyi a TB, mennyi a izé, és fárasztotta. Ezek tipikusan azok a jelentek, amiket utólag forgattak hozzá, hogy meglenjen a 90 perc. De tulajdonképpen nem értettem, hogy miért csinálja, de ma ugye a végén megtudtuk, hogy azért csinálta az egészet, hogy kicsikarjon karjon belőle egy, egy aláírást. A, amit ugye azt mondta, hogy a feleségének viszont, de közben ő neki kellett az aláírás. Tehát, hogy tulajdonképpen az egésznek volt egy jó hangulata, a, a, jó volt a zene, az külön azért erről nem beszéltünk még. De tök jó volt a, a zene, és sőt, a zenevágás. Jó volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez jó rész volt őszintén szólva. Kiderül, hogy az összes ilyen bénázós jelent a Kalambóban valójában csak a pótforgatások miatt van. De igen, de amúgy Kalambónál nagyon jó ez a mennyi adót fizethetünk? De, de az egész... Másik, de Csodálatos. Meg, meg az annyira bevitte ezt, hogy, hogy se ezt a házat, se az autót, és semmit nem tudna megvenni abból a pénzből, amennyit ő keres. Tehát, hogy a, a sztorihoz semennyire nem illett. Nem kapcsolódott inkább. Tehát nem kapcsolódott, de illett. Aha. De illett bele, igen. Te, te kellett. Tehát te abszolút nem, nem lógott ki ebből az epizódból, vagy ahogy ti szoktátok mondani, epizódból. <laughs> Jó, hát akkor szerintem nincs más hátra, mint hogy kedves Peter Falk és John Kasavets itt a színpadon eldöntsük, hogy tovább jutnak-e a táborba, vagy számukra véget ér az x faktor Ádám krimiként és kalambóként. Én az előző részre 5 pontot adtam, ha jól emlékszem, és én most abból szeretnék kiindulni, mert és segítsetek eldönteni azt, hogyha szerintem nagyon-nagyon jó volt, tényleg látszott, hogy a kémia fantasztikus a két színész között, és elképesztően jó dinamikával alakították a, a szerepüket, akkor az a krimiként vagy a kalambóként hez számít egy plusz pontot. Kalambóként. Az akkor kalambóként, szerintem kalambóként, kalambóként egy 6 pont, én krimiként azt gondolom, hogy ez is egy ötös volt. Egy teljesen közép kategóriás, se nem extra, se nem gyengébb. Én szerintem Kalambóként hét és fél, és krimiként is hét és felett mondok. A kettőtök között leszek, féli Medi, mert Kalambóként hét és fél, imádtam ezt a játékot, amit csináltak együtt, és nekem a Tordi Gézéként hozzá egy sokat és kalambó, krimiként pedig egy ötös. Egy abszolút, tehát az elején tudtam, hogy mi fogja lebuktatni, ezzel nem, de, de, az, az, a, az a, játék, az a tangó, amit együtt leműveltek, ez nekem zseniális volt. Tehát kalambó hét és fél, krimi 5. Bár mondjuk egyébként a krimi dolog, mert hogy ez a virágos dolog, ezt nem értékeljük alul egy kicsit miatt, mert azért ez nem volt annyira végre a szánkba és egy kicsit mi is meg tudtunk lepődni egy kalambóban, Ici picit legalábbis, ahhoz képest, hogy úgy követjük a fejleményeket, hogy tudjuk, hogy mi lesz a vége, meg ki a gyilkos. Én megmondom őszintén, először mérges voltam, hogy ez a virág ennyire egyértelműen leesett. Tehát én azt hittem, hogy el fogja rontani nekem a részt. Ez figyelj, ez véleményes, mert szerintem ezt valószínűleg jobban is meg lehetett volna oldani. Tehát ez a szegfű, ez gondolom én elég gyakori, ez nem csak abba az egy kertben nő. Ha úgy lett volna megírva, hogy Konkrétan ez egy különleges fajta szegfű, ami csak ott terem, csak a felesége adja ide. Tehát, hogyha, és ez pusztán egy plusz sor kellett volna a forgatókönyvíráskor, akkor sokkal egyértelmű lett volna. Őszintén szólva, ha nagyon akarná, még ezt is kitudná egy, egy előtt egy jó két dörzsölt ügyvéddel kitudtam volna magyarázni szerintem, csak hát idő előtt ő bevallotta a feleségének és Kalambónak. Én azt éreztem, hogy amit te most mondtál, hogy ugye itt azt kellett volna hogy ez egy olyan spéci szekfű, ami csak egy bizonyos búra alatt nő, hogy ők ehelyett inkább arra mentek rá, hogy ő mindig hordja ezt. Tehát ő neki ez egy, ez egy státusz szimbóluma. Oké, valóban ki, ki lehetett volna magyar. Jobb lett volna egy olyan ezt szegfő, ezt ami lehetne. csak a dél-kínai hegység -Bánna tartományában nő, de hát ez most kimaradt. És véget ért a mai műsorunk. Már el, várj, mér... bocsánat, bocsánat, még, még, még egy mondatot hadd fűzek ide, két apróság. Visszajött ebbe a részbe az, hogy csak még egy kérdés. Volt. Egyszer volt. Egy csomó rész volt már olyan, amiben nem volt, vagy, vagy csak ilyen. A apróság. Reményes. Ő amúgy azt mondja, még egy, csak még egy igen, apróság. Igen, igen, igen. igen. És a másik, hogy emlékeztek arra, hogy az előző évadot ott hagytuk abba, hogy, há, hogy majd le akar szokni a, a, a szivarról? Tényleg? Hát bizony itt szivarozott. Nem sikerült leszokni nem csak ő, hanem Alex is rendszeresen dohányzott. Tehát itt... itt... A dohány ellenes lobby de talán nem nyert. azért ugye, ja, spoilerezhetünk hogy majd az későbbi évadokban bizony már nem fog égni az a cigit, csak a kezében lesz. De én azt gondolom, hogy ez majd akkor megbeszéljük, de én az, mindig azt, az gondolom erről, hogy az inkább a, nem tudom, a Peter Falk bármilyen egészségi állapotára utalt, és nem a Kalambó karakter miatt történt ez így, de hát ezt majd akkor kibeszéljük, mert hogy így a műsor végén nem maradt más hátra, mint hogy de nem elmondjam, le. hogy Kalambó Podcast-tel legközelebb március 25-én jelentkezünk, akkor a melegházi dzsungel című filmet beszéljük majd ki. Kubatovi Áron Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.